estét kívánok, tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, Nagykunsági Krónika közéleti magazin műsorunkat látják. Kérem, tekintsék meg mai műsorajánlónkat. Kedves nézőink, most Aktuális Kérdések című heti magazin műsorunk külön kiadása következik, amelyben levetítjük önöknek a 2018. április 8-ai országgyűlési választásokon készített felvételeinket. Most vasárnap, április 8-án egyfordulós országgyűlési képviselőválasztást tartottak hazánkban. Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter délelőtt adta le szavazatát. Az a választás tétje, hogy a mi hazánk az megmarad-e a magyar emberek otthonának, a mi hazánkat meg tudjuk-e őrizni a bevándorlóktól. És Karcagon is megvan ennek a tétje, hiszen én azért is támogatom a Fidesz-KDNP-t elkötelezetten, mert ez az egyetlen olyan párt, amely megvéd bennünket a bevándorlóktól. Karcagon nem kell sem arab, sem néger negyed, nem kellenek bevándorlók, Karcagot is szeretnénk megőrizni olyannak, amilyennek szeretjük. Az ország fejlesztése, az modernizálása 2010-ben egy új lendületet vett, és nagy kár lenne, hogyha ez a lendület most megtörne, hiszen egy olyan vidékpolitikát láthatunk, amely lépésről lépésre felszámolja azokat a hátrányokat, lemaradásokat, amelyekkel évtizedek óta küzdünk. Sok feladatunk van még az egészségügyben, oktatásban, az utak állapotában, de látszik az, hogy a legfontosabb döntések megszülettek, és a legfontosabb munkák azok már zajlanak. Elég itt arra gondolni, hogy akár a 4-es főút, a vasútvonalnak a felújítása, korszerűsítése megkezdődött, aluljáró, felüljáró épült, a 4-es autópálya képítés is zajlik, és ott a városban is a kisújszállási úton megkezdődtek a munkálatok. Részvétel, ez valószínű, hogy néhány százalékkal magasabb lesz, mint a korábbi években. Jó idő van, kevésbé fogja vissza az embereket a hideg vagy az eső, és élénk a mozgás a városban. És Karcagon mindig elég jó volt a részvétel, szerintem ez a hagyomány folytatódni fog. Kovács Sándor, a Fidesz-KDNP jelöltje, a református istentisztelet után családjával ment szavazni. Én minden évben, amikor szavazás van, én a gyermekeimmel szoktam jönni szavazni. Tanítani szeretném őket arra, hogy lássák azt, hogy milyen fontos a szavazás, milyen fontos a demokrácia szempontjából, és én abban bízom, hogy minél többen mennek el szavazni a mai napon, minél többen élnek demokratikus jogukkal, és egy olyan kormányt választanak, amelyik meg tudja védeni Magyarországot, és tudja vinni azokat a fejlesztéseket, azokat az eredményeket, amiket eddig elért. Én aránylag magas 65% feletti részvételi arányra, 65-70% közötti részvételi arányra számítok. Én úgy látom, hogy itt nagyon aktívak az emberek Karcagon és a környéken. Nagyon sokan mennek el a jó idő ellenére, nem kirándulni, nem kertbe mennek, hanem jönnek szavazni, és ez nagyon jó. Televíziónknak a többi párt jelöltjeinek a szavazati időpontjáról nem volt tudomása. Szentesi Katalin első alkalommal szavazott, bár nem 18 éves. Hány éves vagy? 20. Miért tartottad fontosnak, hogy Karcagra hazagyere, hiszen hallottam apukától, akivel érkeztél, hogy Pesten tanulsz? Hát ez a hazám, és úgy érzem, hogy felelős vagyok érte. Nem tehetem meg, hogy nem jövök el szavazni. Ez egyértelmű volt számodra, hogy nem Pesten szavazol? Igen. És most milyen érzés volt, hiszen első szavazóként is köszöntöttek? Azt hittem, hogy valami különlegesebb dolog lesz, de nem. Csak... De úgy érzem, hogy helyesen választottam. Állampolgári jogom, hogy szavazzak, és én úgy érzem, hogy élek azzal a joggal, amit a magyar állam biztosít számomra. Egyértelmű volt a döntése, tehát gondolkozott rajta, anélkül, hogy elmondaná, hogy kire, vagy egyértelmű volt? Nekem egyértelmű volt a döntésem, 8 évvel ezelőtt is a gyermekemet megkérdeztem, ő is erre szavazott volna, és én tiszteletbe tartottam az ők döntését is, mert 2 fiú gyermekem van, akikre büszke vagyok. Székely Imre bácsi is eljött szavazni. Miért tartotta fontosnak? Hát, ezért is azért, hogy állampolgári kötelességem. Hát az a haza így kívánta, és úgy gondolom, hogy eleget tettem az a helyes kötelességemnek.
sok választáson tetszett már részt venni, és mindig fontosnak tartotta? Hát az első perctől az utolsóig úgy tartottam, hogy ez mindig hazafias kötelessége, így hallottuk, így tanultuk, és így tartottam be. Miért tartotta fontosnak? Azért, mert szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy az országban úgy történjenek a dolgok, ahogy én szeretném, részben, mert ez nagyon kis mennyiség, ami a mi szavazatunk hozzáad. Ennyi. Családban erről beszéltek, vagy mindenki saját döntése? Tehát mindenkinek saját döntése, de beszéltünk róla. De mindenki maga dönti el, hogy hova akar szavazni, nem befolyásoljuk egymás véleményét. Ferenczi Tamás is első alkalommal szavazhatott. Milyen érzés volt, hiszen te még gimnazista vagy, a testvéred már tanul. Hát olyan volt, amilyenre számítottam, tehát tudatában voltam azzal, hogy kell szavazni, és előtte is azért informálódtam, hogy mi alapján lehet szavazni, meg hogy, és úgy gondolom, hogy fontos dolog, hogy eljöjjünk szavazni, így fiatalok is, mint friss szavazók akár. És az osztálytársaiddal beszélgettetek erről, tehát mit tudsz, hogy a többiek mennyire tartják ugyanígy fontosnak? Beszélgettünk ezekről, és mindenki úgy gondolja, hogy fontos, hogy eljöjjünk szavazni, ugyanis fiatalokként nekünk is jogunk van ahhoz, hogy eldöntsük, hogy mit szeretnénk, és hogy milyen legyen az ország, ugyanis a mi jövőnkről is van szó. Tehát akkor most, ha jól értem a szavaidat, jó érzéssel jöttél ki a fülkéből, hogy te is részese voltál ennek a szavazásnak. Így van, hogy ez is már akár a felnőtt korba belekóstolás, hogy én is érezhettem, hogy milyen szavazni. Ferenczi Péter 20 éves, de most szavazhatott először. Milyen érzés volt? Nagyon jó érzés volt, ugyanis fiatalként nagyon fontosnak tartom, hogy mi is eljöjjünk szavazni, és éljünk ezen alkotmányos jogunkkal. Budapesten tanulsz, és hazajöttél, tehát nem Pesten szerettél volna szavazni? Nem, mindenképp itthon szerettem volna. Beszélgettetek erről otthon, hogy ki mire és miért fontos, hogy elgyárták? Természetesen beszélgettünk, és azért tartjuk fontosnak, mert ezáltal mi is egy kicsit beleszólhatunk az ország jövőjébe igazából, de természetesen mindenki saját megítélése szerint szavazott. Az előzőkben adta le Varga Nándor szavazatát, fontosnak tartotta, hogy eljöjjön? Nagyon fontosnak tartom, és mindenkit erre buzdítottam eddig is, meg ezután is, hisz az, aki véleményt nyilváníthat most, az a későbbiekben is elmondhatja a véleményét. Aki nem hajlandó arra, hogy eljöjjön szavazni, a későbbiekben is hallgatnia kellene. Gondolom, hogy azért családban beszéltek erről, de mindenki saját döntést hozott. Természetesen Viberen kapcsolatban vagyunk a gyerekekkel, unokákkal, sorra kapjuk az információt, hogy most indulnak, voltak szavazni, sokan vannak, hál' Istennek érdekli az embereket, úgy érzem, és szükség is van erre, hogy amikor ilyen a helyzet, hogy meg akarják szállni Magyarországot migránsok, akkor védekezzünk és tegyünk ellene. Mit vár, milyen részvételi arányt? Véleményem szerint jó lesz a részvételi arány, tehát olyan 60% körül biztos lesz, legalábbis itt Karcagon biztos vagyok benne, és azt is tudom, hogy a többség arra szavaz, ami Magyarországnak jó. Szilágyi Erzsébet is családjával érkezett szavazni. Miért tartotta fontosnak, hogy mindannyian eljöjjenek? Azt hiszem, hogy itt mindenkinek az a célja, hogy békébe, szeretetbe, egységbe tudnánk végre érni. Azt hiszem, hogy mindenkinek, minden magyar szívébe ott kellene az, hogy mi egy igazi ősi magyar nép lévén össze kellene már végre tartani. Rendet és a békét fenn kéne tartani. Újra együtt legyenek végre a családok, hogy végre ott legyen, hogy értéke legyen az embereknek, értéke legyen az egységnek, értéke legyen minden szépnek és jónak. Tehát azt kellene, meg kell tartanunk azt, hogy a magyarság az ismételten összefogjon. Amikor azt mondja, hogy Magyarország az egy csodálatos szép ország tud lenni. Azt hiszem, hogy mindenki egyfele ebezne igazából, és olyan jó van, összetartás lenne, és nem széthúzás lenne végre az emberekbe. Olyan jó volna, hogyha a családok megint összetarthatnának, olyan jó volna, hogyha tényleg ott van egymás szemébe, egymás szemébe észrevehetnénk a szépséget, a jóságot, és hogy mindegyikünk egyforma, és mindegyikünk ugyanolyan értékes. Tehát nincs kisebb, nincs nagyobb, itt mindenki egy. Én ezt szeretném elmondani, hogy ezt szeretném minden embernek igazából. Védjük meg Magyarországot. Legyen ismételten munkahely, legyenek családok, legyenek ott van, ne menjenek el a fiataljaink. Jöjjenek vissza. Ide van, itt van szükségünk. Magyarországot a Jóisten nekünk teremtette.
Jász-Nagykun Szolnok megye 3-as számú választókörzetében az alábbi nem hivatalos eredmények születtek. Jász-Nagykun Szolnok megye 3. választókerületének eredménye a szavazatok feldolgozottságának 98,9%-os állapotában. Kovács Sándor 56,55, Fidesz-KDNP 25.978 szavazat. Lukács László 31,95% Jobbik 14.679. Bodó Jánosné 5,53% DK 2542. Sallai Róbert 3,21% LNP 1475. Mikler Rihárd 0,71% Momentum 327. Horváth Sándor 0,71% Munkáspárt 324. Tóth Dezső 0,24% FKGP 1111. Boros István 0,24% Értünk Értetek 109 szavazat. Zsákai Zsigmond 0,17% MIÉP 80 szavazat. Magyar Ildikó 0,17% Hajrá Magyarország 77 szavazat. Madar Gyula 0,15% A Haza Pártja 70 szavazat. Csirke Rozália 0,1% Demokrata Párt 44 szavazat. Bella Leila 0,09 43 szavazat. Burai Pálné 0,07 Iránytű 30 szavazat. Túró István 0,06 EU.rom 27 szavazat. Túró Vilmos 0,05% 24 szavazat. Elsöprő Fidesz győzelem született a 3-as számú választókörzetben. Stábunk a Fidesz eredményvárójában volt tegnap este. Az itt készült tudósítás következik. Orbán Viktor miniszterelnök most mondott beszédet. Ön hogyan értékeli itt a karcagi eredményváróban a mai választást? Magyarország győzött, a Fidesz-KDNP győzött, és kormány tud alakítani, kormány tudunk alakítani a nemzet javára azért, hogy Magyarországon a fejlődés az folyamatos legyen. És ami nagyon fontos, hogy a nemzetromboló erők teljes és látványos vereséget szenvedtek, megpróbáltak összefogni azért, hogy Magyarországot letérítsék arról az útról, amit választott, és látszik az, hogy az emberek ezt nem fogadták el, látványos kudarc ez az ellenzék számára. A megyében élő választók többsége nem kér a gyűlölet kampányból, és a további fejlődésre szavaztak. Minden előzetes riogatás ellenére Szolnokon és környékén a Fidesz-KDNP jelöltje Kállai Mária nyert mandátumot, megelőzve a Jobbikos jelöltet. A megye 4 választókerületében mindenütt a kormányzó erők képviselői jutottak a parlamentbe. Kállai Mária mellett Pócs János a Jászberényi, Kovács Sándor a Karcagi és Boldog István a Törökszentmiklósi körzetben szerezte meg a legtöbb szavazatot és képviseli a választókat a hamarosan megújuló új országgyűlésben. A választás pontos végeredménye csak később lesz hivatalos, hiszen még nem 100%-os a voksok földolgozottsága. Az adatok szerint úgy tűnik, hogy a Fidesz-KDNP pártszövetség megtartja a 2/3 többségét a törvényhozó testületben, és így vélhetően Orbán Viktor megkezdheti az egymás után következő 3. miniszterelnökségét. Kedves nézőink, most az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek, kérem tartsanak velünk! Köszöntöm nézőinket Huba Irne Csabával, az Agrár Kamara megyei elnökével beszélgetünk arról, hogy hogyan is vészeltük túl ezt a fagyos időszakot, mennyi kár keletkezett, és egyáltalán mi a gazdáknak a teendője? Hát a gazdatársadalom igen nehéz helyzetbe került, mert egy enyhe tél után bekövetkezett 2 hideg hullám, 2 havas időszak, valamint a csapadékos idő szintén a szokásostól eltérően többet esett a csapadék, tehát többet esett az eső, több mint 100 mm-re több csapadék hullott a több éves átlagnál a téli évszakban. A téli évszakban tulajdonképpen a talaj vízkapacitásától függ az, hogy mennyi vizet tud befogadni a talaj, ez általában 180-200 mm-től 400 mm-ig van, talajtípustól függően, illetve a talajművelési rendszertől függően. A periódikus mélyművelésnek a előnyei nagy mértékben mutatkoznak, hiszen a talajnak a vízbefogadó képessége a mély rétegekben, hogy át van művelve, vízálló réteg át van törve, akkor a talajba tároljuk a vizet, ez a legolcsóbb öntözési mód idézőjelbe téve.
a hideg hullámok és a csapadék kapcsán oda jutottunk egyébként, hogy kitolódott a csapadékos téli évszak több mint egy hónappal. Ez azt jelenti, hogy a rövidnapos növények már hátrányos helyzetből indulnak, de a megfelelő műszaki állapotban lévő gazdálkodók műszaki felszereltsége, háttérrendszere, az lehetővé teszi azt, hogy még optimális közelítő talajmunkába, vetésminőségbe el tudjuk végezni a tavaszi munkákat. Mindig úgy volt, hogy ilyen időszakok után következett egy olyan szárazabb periódus, amikor alkalmassá vált a talajállapot, az éghajlat, a talajhőmérséklet arra, hogy a koratavaszi, tavaszi növényeket el tudjuk vetni optimális körülmények között. Akinek már esetleg látható, hogy elfagyott a kibújt növénye, vagy mondjuk a gyümölcsfája, annak mi a teendője? Akinek fagykára keletkezett, a fagykára keletkezése után 15 napon belül kell bejelenteni az illetékes hatósághoz. A hatóság kiszáll, megvizsgálja a helyzetet, és ugye a bejelentett kár mennyiségének megfelelően realizálja és visszajelzi a kár, tehát regisztrálják. Mindenképpen felhívom a figyelmet arra a gazdatársaimnak, hogy 15 napon belül kell jelezni. A fagykárokon túl vagyunk, tehát rövid idő áll most már rendelkezésre ahhoz, hogy bejelentést tegyenek a hatóság részére, és a hatóság felkészült, fogadja, és a megfelelő intézkedéseket meg tudják hozni. Az az igazság, hogy a hideg fagyos időszak után még ugye van a belvíz, a belvízzel borítottság, ez szintén egy elhúzódó rendszer, ennek több idő áll rendelkezésre, de tulajdonképpen most kulminál a vízmennyisége, a belvízmennyisége, most kell jelentést tenni a területeknek a terheltségéről, és azt nagyon komolyan, precízen meg kell jelenteni, és akkor a későbbi évben a kárenyítés folyamán, akkor nyilván realizálható. Felhívnám a figyelmet arra, hogy a gazdatársak rendelkezésre áll a biztosítótársaság is, és amennyiben biztosítást kötnek az adott területre a kárenyhítési rendszeren kívül, akkor jogosultakká válnak arra, hogy a kárenyhítés kapcsán a biztosító kártérítését is igénybe vegyék, és ez úgy van, hogy a kártérítés, illetve a kár bejelentéssel kapcsolatos a biztosítóról bejelentett területnek a 50%-át a magyar állam fizeti. Tehát mindenképpen felhívom a figyelmet, hogy érdemes, nyilván megfelelő alapokra építve igénybe venni ezt a szolgáltatást, ezt a lehetőséget, mert így a tényleges kárnak a több mint 70%-át meg fogják téríteni a gazdatársaim részére. Az előzőekben Dobos László polgármester egy babacsomagot adott át egy karcagi családnak. Kérem, hogy mutassa be a családot. Jó napot kívánok, Jakabács Gergő vagyok, és mi már 6. éve élünk és dolgozunk itt Karcagon. Én, mint mentőtiszt, a feleségem meg, mint védőnő. Most már a 2. gyerkőccel van otthon, és gyakorlatilag nagyon örültünk, hogy én már, mint több családos, vagy több gyermekes családnak egy ilyen kis felajánlást adott az önkormányzat, és nyilván a jövőben is ezt fogja majd tovább vinni. Mit kell tudni a két kislányról? Hogy hívják őket? Ő a nagyobbik, ő Jakabács Hanna, ő már 2,5 éves, lassan óvodába fog menni, és a kicsi, ő 2 hónapos, ő pedig Jakabács Janka. Gyönyörű mind a két kislány, jó egészséget kívánunk önöknek! Jó, nagyon szépen köszönjük! Kovács Ándor elnök úr az előbb vezette ezt az autót. Milyen érzés vezetni? Nagyon különleges nekem. Egy kicsit olyan volt, mint hogy amikor a Vidán Parkban Dodge Jam-et vezettünk, teljesen hangtalan, csak az ütközők hiányoznak róla, de nem is akartam kipróbálni, hogy milyen. Én azt gondolom, hogy ez a jövő. Én még emlékszem rá, amikor itt az e-töltő állomástól nem messze, itt a Püspökladányi úton még benzinkút volt, még a városban volt a benzinkút, és akkor az volt a jövő, után az is megszűnt, hiszen kikerült a városból, és azt látom, hogy rohamosan terjednek az elektromos gépjárművek, ez a jövő, ez a világ, és hát Karcagon egy kicsit mindig, amikor akár a vasútvonal idáig ért, 140-150 évvel ezelőtt, akkor csodálkoztak rajta, hogy hoppá, vasút van, micsoda fejlődés. Amikor az első benzinüzemű járművek jöttek, és
lecserélték a lovaskocsikat, és most megint egy lépés van, amikor majd néhány év múlva születő gyermekeknek, akiknek teljesen természetes lesz az, hogy az járművek elektromos hajtással mennek, azoknak majd amikor kérdezik, hogy tényleg igaz volt, hogy a benzines, dízel járművek büdösek voltak, füstöltek, hangjuk volt, akkor mint valami régi csodabogarakat úgy hallgatnak bennünket, hogy igen, volt ilyen világ. És örülök annak, hogy Karcag is a fejlődés útjára lépett, hiszen a 21. században az a település, az a nemzet, az az ország, amelyik nem lép a kor kihívásaival együtt, az lemarad. És azt látom, hogy itt a környéken második ilyen etöltőállomás, amelyik kiépítésre került. Szolnokon van a legközelebbi, és mai nap Tiszafüreden lett átadva egy még egy, majd talán Abátszalókon is lesz a turista szezonra egy ilyen etöltőállomás. És ahogy elkezdenek majd terjedni az elektromos gépjárművek, egyre több szükség lesz ilyenekre, de hát ez az első fecske, és reméljük, hogy ez nyarat is fog csinálni. Reméljük, így lesz. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen én is! Dobos László polgármester is kipróbálhatta ezt az autót. Milyen volt utasként ezzel menni egy kör? Hát nagyon érdekes. Nem azt mondom, hogy most ültem először ilyen autóban, mert már volt egy hasonló próbálkozás, hogy egy ilyen gyors töltő kerüljön itt Karcagra, és akkor néhány típusú elektromos autót lehoztak már. Hát egészen más, mint a benzines vagy a dízel, a megszokott gépjárművek. Olyan, mint egy Dodge, nincs hangja, és lehet vele repeszteni, jól gyorsul, érdekes. És hát megérkezett a városba az első ilyen autó is, a következő években pedig biztos lesznek olyan vállalkozások, akik ilyen modern cserélik majd az autóikat. Hát főleg akkor, hogyha a közelben más helyen is lesznek ilyen töltők, hiszen az alapfeltétele, valahol tankolni kell ezt az autót is, de örömmel hallottam, hogy itt a közelben jó néhány helyen van, Szolnokon, Debrecenben is található ilyen elektromos töltő állomás, és hát most már Karcag is gazdagodott egy ilyennel. Őszintén remélem, hogy ez sokaknak örömet okoz, hiszen itt is van már jó néhány elektromos autótulajdonos, akik valahol máshol kellett, hogy megoldják ezt a problémát, most nyugodtan használhatják már ezt a lehetőséget. Reméljük, sokan élnek is ezzel a lehetőséggel, és hát itt előtte nézegette ön is, hogy az önkormányzatnak is jó lenne majd egyszer ilyen, tehát gondolom, hogy ez lesz majd a jövő. Hát igen, szerintem a jövő ez, hiszen a dízel üzemű gépjárművekkel kapcsolatosan már nagyon komoly szigorításokat vezettek be, meg vezetnek be sok-sok országban, és hát előbb-utóbb szerintem az elektromos autóké lesz a jövő, hiszen a környezet védelme, kímélése okán ez a egyelőre a legoptimálisabb. Reméljük, akkor majd sokan jönnek ide tölteni, hiszen már itt a lehetőség. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen, hát én ajánlom, hogy mindenkinek, akinek ilyen autója van, az járuljon ide, és használja egészséggel ezt a lehetőséget. Pardi Sándor, a Karcagi Szakképzési Centrum főigazgatója ezzel az autóval érkezett ide. Úgy tudom, hogy önöké is marad ez az autó. Igen, most kötöttünk szerződést ezzel a céggel, amelyik forgalmaz ezt a gépkocsit, és megkerestek bennünket, hogy vállalnánk, és úgy gondolom, mivel a jövő szakképzésről beszéltünk konferencián is, úgy gondolom, hogy fontos az, hogy a fiatalok megismerjék, hogy mi is a jövő az elektromos autózásban. Milyen érzés volt vezetni? Nagyon kellemes, igazándiból nem vezettem még ilyen autót, és elbűvölt a vezetése, meg a csendessége. Mindig vártam a motor zaját, mikor ez nem volt motor, nagyon, nagyon jó vezetni. Hát akkor azt kívánjuk, hogy sokat vezessék és balesetmentesen, és hát akkor tölteni már nem kell elmenni Debrecenbe, Szolnokra, helyben is megoldható. Nagyon örülünk neki, hogy van egy ilyen lehetőség, és bízunk abban, hogy a centrum is belül megígérte a forgalmazó, hogy a centrumban is ki fog egyet alakítani nekünk, és akkor tudunk helyben is tölteni. És akkor esetleg elképzelhető, hogy még többet is fognak a későbbiekben ilyet rendelni? Meglátjuk a képzésben, mennyire lesz rá igény, illetve hogy a fiatalok hogyan fogják fogadni, és amennyiben lesz rá lehetőség, és lesz forrásunk, akkor mindenképpen szeretnénk bővíteni a palettát. Akkor sok forrást kívánunk önnek ehhez, köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Vas Györgyel beszélgetünk, aki ezt az autót Karcagra hozta. Azért áruljuk el nézőinknek, hogy karcagi kötődése önnek is van, hiszen így gyerekeskedett a Püspökladányi úton. Ez így igaz. Hát jó régen elköltöztem már sajnos a városból, én már a középiskolát is Budapesten végeztem.
de azt hiszem karcaginak lenni mindig is azt fog jelenteni, hogy az ember karcagi. Bárhova is vetődik, bármennyire idős vetődik, visszajön és karcagi. És egy picit bizsergető érzés, amikor erről beszél, akár most is bizsergést érzek, hogy itt vagyok itt önök között, és a karcagnak a javát tudom szolgálni. Hát igen, karcagi vagyok. Beszéljünk akkor erről a csoda autóról, mit kell róla tudni? Ez egy elektromos Golf, ez a Volkswagennek a legfrissebb kiadása tulajdonképpen, egy 36 kWh teljesítményű akkumulátorra van ellátva. Ez normális időben átlagosan egy olyan 200-250 km-t meg tud tenni már egy feltöltéssel. Ahhoz, hogy több feltöltéssel többet tudjon menni, sikerült most a Karcagváros rendelkezésre bocsátanunk egy elektromos töltőállomás szintén álltunk mögött. Ez a töltőállomás például ennek a Golfnak is tudja majd a töltését szolgálni. Ezt az autót egy program keretében a szakképzési centrum, karcagi centrumnak a rendelkezésre tudjuk bocsájtani. Egy NGMS támogatás kapcsán, egy projektünk kapcsán sikerült megállapodnunk a centrummal ennek a használatában. Nagyon kedvező konstrukcióban tudjuk számolni. Biztosan nagy örömmel vették és fogják használni, egészen biztos vagyok benne. Azt gondolom, hogy ez mindenki örömmel venni. Reméljük, hogy sok hasonlóval találkozhatunk, majd esetleg ilyen támogatás címén is, vagy pedig úgy, hogy mások vásárolnak, ki szerint már tudják tölteni. A cél nyilván az volt egyébként a töltő telepítésével is, hogy részben a töltő az önmagában generál egy autó vásárlási hajlandóságot, hiszen ha nincs töltő, az ember nem tud hol tölteni, nem vesz autót. Én gondolom, hogy több olyan vállalkozó vagy olyan magánszemély fog megjelenni a közeljövőben, aki ezt a töltőt felfedezve jobban belemer majd vágni egy elektromos autó vásárlásába, akár kis haszonjárművekébe is, hiszen már is létezik a piacon. Hát akkor reméljük, érdeklődéssel várjuk. Köszönjük szépen! És köszönöm szépen! A város szempontjából miért fontos ez a beruházás? Erről kérdezem Kovács Szilvia, a polgármestert. Én úgy gondolom, hogy ha már elég sok szemetet, hulladékot termelünk, akkor nagyon fontos, hogy azzal úgymond jól gazdálkodjunk. Egyáltalán tudjuk szelektíven gyűjteni a hulladékunkat, ne keverjünk össze mindent, és hogyha már ezt megtesszük, akkor ez a szelektíven gyűjtött hulladék se menjen egy közös gyűjtőbe, hanem szelektíven minél gazdaságosabban felhasználásra, illetve első körben elhelyezésre kerüljön. Nagyon fontos, hiszen a környezetünket védenünk kell. Addig, amíg a nagyanyáink idejében, valljuk be őszintén, nem nagyon volt szemetünk, hiszen mindent felhasználtunk, azért most nagyon sok szemetet gyártunk. És nagyon fontos, hogy tudatosan kezeljük ezt. A gyerekek egyébként óhatatlanul is valamilyen megérzés útján, nem is tudom, szinte vénából nagyon tudatosan gyűjtik a hulladékot, és bizony még a felnőttekre is rászólnak, hogyha ezt nem úgy teszik. És ez egy jó példa, hiszen fontos, hogy a bolygónkkal, a földünkkel, a városunkkal, a szűkebb környezetünkkel gazdaságosan bánjunk, és a hulladékot szakszerűen kezeljük és szakszerűen tároljuk, és lehetőleg úgy dolgozzuk föl, hogy minél több anyagot tudjunk belőle visszanyerni, hiszen ez a mi szemetünk, ezzel mi éltünk, ezzel nekünk kell tovább dolgozni, és bizony ezzel nekünk tovább kell élnünk. Azt gondolom, hogy lesz feladata a projektben résztvevőknek, és hát reméljük, hogy mi meg majd a látványt látjuk a megvalósulás után, hogy mennyiben változik a városkép. Biztos vagyok benne, hogy jó szakemberek kezébe kerül, és jól tudnak ezzel a lehetőséggel élni, és bízom abban, hogy ez a lehetőség a város gazdagodását fogja biztosítani. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen! A Nagykunsági Hulladékgazdálkodási Kft. Lesz ennek az egész projektnek az egyik üzemeltetője. Balajti József ügyvezetővel beszélgetünk. Mely településeket érinti ez a projekt? Ez a projekt most elsősorban a Tisza tavi társuláshoz csatlakozott településeket és a Karcag térségi hulladékgazdálkodási rendszerhez csatlakozott településeket érinti. Hát én most elsősorban Karcagról szeretnék beszélni, hiszen itt ugye a karcagi területnek a műszaki tartalmát kell nekem a mai rendezvényen bemutatnom. A karcagi hulladéklerakóhoz szállít most jelen pillanatban Kisújszállás itt a térségből, Berekfürdő, és hát korábban szállított még Kunmadaras is erre a hulladéklerakóra. Volt még néhány település, ami a Békés megyéhez tartozik, ők most itt az integrációs átalakítások során úgy néz ki, hogy másik területhez fognak csatlakozni. Itt most pillanatnyilag ez a fejlesztés majd ezt a karcagi térség, illetve a Tisza-tavi társulást fogja érinteni. Nem egyszerű azért 2-3 napban összefoglalni ennek a projektnek a lényegét, de akkor a városra vetítve mit fogunk mi látni, mi fog történni? Hát itt gyakorlatilag a hulladékkezelő központot szeretnénk fejleszteni,
olyan irányba fogunk elmenni, hogy minél kevesebb anyag kerüljön, minél kevesebb szerves anyag kerüljön lerakásra, és minél kevesebb hulladék kerüljön a előkezelés nélkül lerakásra. Gyakorlatilag a hulladékkezelő központba egy előkezelő gépsor kerül majd telepítésre, ami a vegyes hulladékot is képes lesz majd kezelni, és így jelentősen le fogja csökkenteni a lerakásra kerülő hulladékoknak a mennyiségét. Nagyon fontos lesz az elkülönített szerves hulladék és az elkülönített szelektív hulladék begyűjtése is. Ez ugye már nálunk ismeretes itt a városban, hiszen már 2009 óta így gyűjtjük a hulladékokat, de ezt még szeretnénk szintén továbbfejleszteni, további edények kerülnek majd beszerzésre is lakosoknak kiosztásra, és hát szeretnénk további járművek kerülnek majd beszerzésre, tehát mindenképpen az elkülönített gyűjtés színvonalát is szeretnénk majd emelni és javítani. Akkor azt gondolom, hogy a lakosok felé erről biztos, hogy sok tájékoztató fog elhangzani. Mikor indul a projekt, és mi a befejezés? Hát gyakorlatilag a projekt nyitó rendezvény ugye mai napon lesz, tehát akkor mondhatom, hogy a mai napon indul a projekt. Természetesen ezt már nagyon sok munka megelőzte, de most már konkrétan fizikálisan is a megvalósítás szakaszába fogunk kerülni. A várható befejezés az most a pályázat kiírása szerint 2018. december 31, de az látható, hogy valószínűleg ez csúszni fog egy picit, tehát vannak itt még olyan tartalombeli egyeztetések, vagy egyeztetendők, amik azért még egy kicsit fogják nyújtani ennek a projektnek a megvalósítását, de én azt gondolom, hogy mindenképpen két éven belül ezt be is fogjuk tudni fejezni ezt a projektet. Akkor jó munkát kívánunk, hiszen ez mindannyiunk érdeke is. Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt elnök úr, hivatalvezető asszony, igazgató urak, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai projektnyitó rendezvényünkön. Hogy egészen őszinte legyek, a mai napon a hulladékgazdálkodással kapcsolatban egy nagyon negatív élmény ért, úgyhogy most jó, hogy egy örömteli eseményen vehetünk részt, ami azt jelenti, hogy a mai rendezvénnyel megindul egy nagyon komoly program, egy nagyon komoly kehopos pályázatnak a megvalósítása. Hát amikor elnök úr azt mondta, hogy képlékeny a hulladék gazdálkodás Magyarországon, akkor nagyon finoman és diplomatikusan fogalmazott. Itt a végeken tudjuk igazán, hogy ez egy finom megfogalmazás volt, de hát nyilvánvalóan alkalmazkodunk a körülményekhez mindenkor. Hogy Karcag városa mennyire komolyan vette a hulladék gazdálkodást, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy egészen pontosan egy minden igényt kielégítő szemét lerakó, hulladék lerakó telepet épített, nagyon komoly erőforrásokat megmozgatva még 1999-ben, és ez egy olyan hulladék lerakó telep volt, hogy valóban a kor igényeinek teljes mértékben megfelelt, és hosszú távon gondolkoztunk akkor, tehát egy emberöltönyi időre terveztünk minimum, az olyan 30-35 év, az idők változtak, és ismét mondom, hogy alkalmazkodunk-e a körülményekhez természetesen, és az alkalmazkodáshoz egy nagyszerű kehopos pályázat nyújt lehetőséget a továbblépésre, a továbbfejlődésre, amit valóban a Tiszafüred városával közösen fogunk megvalósítani. Hogy milyen lehetőségek vannak ebben a projektben, ahhoz most egy kicsit puskázok, mert nagyon sok számadatot kell elmondanom, de annélkül nem sokat ér az egész, hogy azért a mértéket, a nagyságrendet is mindenki érzékelje. Tehát a két konzorciumi tag van, Karcag Városa és a Tiszatagi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás. A címét mindenki tudja már ennek a pályázatnak, ennek a kehopos pályázatnak olvasható ott a kivetítőn is. A projekt kezdete 2017. 6. hó 2-a, befejezési, tervezett befejezési ideje 18 vége. A projekt összköltsége nettó 2 milliárd 670 millió forint, a támogatási intenzitás pici híján 90%-os, és az önerő formáját pedig saját forrás kiegészítő támogatásként próbáljuk majd pótolni. Egészen pontosan, ami a karcagi területet érinti összegben, mint végső kedvezményezettet, az elszámolható költség 979 millió 756
6500 forint lesz, ami azt jelenti, hogy azért ebből valóban nagyon-nagyon komoly beruházásokat, nagyon komoly fejlesztéseket lehet végrehajtani. Mint mondtam, a városunk mindenkori vezetése mindig odafigyelt erre, hiszen a hulladékgazdálkodás egyrészt kötelező önkormányzati feladat volt, másrészt pedig stratégiai jelentőségű történet, hiszen láthattunk már olyan híradásokat, hogy imit amotta a világ némely táján, amikor éppen sztrájkoltak a hulladékszállítók, milyen kaotikus állapotok uralkodhatnak, alakulhatnak ki. Nem szeretném, hogyha az ország bármely részén ilyennel kellene találkoznunk, ezt kellene tapasztalnunk. Hát ráadásul közegészségügyi és járványügyi szempontból sem mindegy, hogy milyen szinten van kezelve ez az ügy. Komoly munkálatok voltak eddig is, hiszen itt már a szelektív hulladékgyűjtés megtörtént, zsákos formában is, és a kukákat is szín szerint ismerik már a Karcagváros lakói, és a szerint a ütemterv szerint, menetrend szerint szállítják el, amit már az emberek itt megszoktak. Innen bővel lehet természetesen még tovább lépni, hiszen a tapasztalataink szerint a hulladék mennyisége nem csökken, hanem egyre inkább növekszik. És ahogy a elnök úr is említette, természetesen ennek jó része újra felhasználható, újra hasznosítható, és egyáltalán már a gyűjtés folyamán ennek a lehetőségét is meg kell teremteni. Nos, például erre is lehetőséget biztosít ez a pályázat. Én nagyon-nagyon remélem, hogy ahogy eddig is minden más egyébben teljesen jól és zökenőmentesen tudunk együtt dolgozni a tiszafüredi város vezetésével, minden olyan szereplővel, amik ki részese ennek a kehopos projektnek, és mindannyiunk örömére fog megvalósulni mindaz, ami ebben a projektterben szerepel. Az, hogy mit tartalmaz, azt Malajti József igazgató úr fogja önök elé tárni, ő fogja bemutatni ezt a projektet, mint szakember. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, remélem, hogy találkozunk majd a projekt zárásakor, és elégedetten fogunk tudni akkor is nyilatkozni, beszámolni, hogy mi történt az elmúlt időszakban, amíg előttünk álló időszakban, hogy sikerült végrehajtani ezt a tervet. Remélem, hogy nagyon hasznosan fogjuk tudni a elnyert pénzt felhasználni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és akkor ajánlom igazgató úrnak a szakmai útmutatását az önök figyelmébe. Köszönöm szépen! Tisztelt polgármester úr, igazgató urak, járási hivatalvezető asszony, tisztelt hölgyeim és uraim! Egy fontos mérföldkőhöz érkeztünk, vagy lehet ennél már a mérföldkőnél már túl is haladtunk, hiszen egy olyan projekt indul el, amelyre nagyon sokan vártunk Karcagon, Karcag térségében és Tiszafüred térségében. És mutatja azt, hogyha két körzet, két település össze akar fogni, teljesíteni akar, és egy jó célja van, akkor ezt meg is tudjuk csinálni. Létre is tudjuk hozni, hiszen Tiszafüred és környéke, Karcag és környéke a hulladékgazdálkodásban összefog. Én látom azt jelenleg Magyarországon, kicsit képlékeny a helyzet hulladékgazdálkodás terén, nehezen alakulnak ki azok a körzetek, amelyek együtt tudnak működni. De másfél-két évvel ezelőtt is tény volt, és ez jó döntés volt, hogy Karcagnak és Tiszafürednek együtt kell dolgozni a hulladék gyűjtés, a hulladék feldolgozás területén. Ez a projekt pedig példaértékű az egész országban, hiszen látjuk azt a világban, hogy egyre több hulladék termelődik, egyre több az a hulladék, amelyet a lakosság megtermel. Ez legyen műanyag, legyen üveg, legyen fémhulladék, legyen papírhulladék, de legyen szerves hulladék is. És hogyha nem akarjuk azt, hogy a szeméthegyek elöntsék környezetünket,
ha nem akarjuk azt, hogy azok a szemét lerakók, amelyek jelenleg is üzemelnek, néhány éven belül beteljenek, és újakat kelljen nyitni, majd még újabbakat, akkor mindenképpen a szelektív hulladékgyűjtésre és a feldolgozásra kell fordítani az erőnket és az energiánkat. Én azt látom, hogy a karcagi hulladékgazdálkodási Kft., a Tiszatavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulat élen jár ebbe a dologba. Zöld hulladékgyűjtés, szelektív hulladékgyűjtés már elindult ezeken a településeken, tovább kell lépni a feldolgozás területére. Én azt gondolom, hogy ha ez a projekt megvalósul, akkor nem végeztük el a munkát, csak léptünk egyet előre. Mert rengeteg feladatunk van még, hogyha azt szeretnénk elérni, hogy abszolút ne keletkezzen olyan hulladék, amelyet lerakóba vagy a természetben kell elhelyezni. Erre vannak már civil, önkormányzati és magán összefogások. El fog indulni jövő héten a Tisztató a Tisztató projekt, amely a Tiszatavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulással együtt végzünk a Tisza NHS-szel, hiszen a Tiszató környékén azokat a szelektív hulladékgyűjtő edényeket ők ürítik, tehát vannak már jó példák, lépni kell előre, és ez a mérföldkő, ez a lépés a mai napon megvalósul, és már tervezni kell a következő lépést, mert nem állhatunk meg. Én gratulálok a két szervezet vezetőjének, nem kívánok önöknek könnyű munkát, mert tudom, hogy nem lesz könnyű munka, a településeknek sem, de mindenképpen, hogyha 21. századi Magyarországot szeretnénk, akkor ezeket a projekteket meg kell valósítani, és kérem azt, hogy már a következő lépést is tervezzék meg, hiszen, ahogy már mondtam, ez csak egy lépés, egy mérföldkő abba az irányba, hogy lerakott hulladékmentes legyen ez a régió, és lerakott hulladékmentes legyen egész Magyarország. Köszönöm a figyelmüket! Milyen korszerűsítés felújítás kezdődött meg a Városháza épületében és a Dérinében? Energetikai felújítás alatt áll mind a két épület, illetve hát most még a Városháza, mert két helyszínen zajlik ez a fejlesztés. Egy topos pályázat keretében nyertünk 250 millió forintot, a két épület energetikáját újítjuk meg. Egészen pontosan ez arról szól, hogy a nyílászárók cseréjére sor kerül mind a két intézményben, a Városházán a északi és a keleti oldalon, ahol még nem volt csere. A Dérinében azokat a nyílászárókat kell kicserélni, ami az előző felújításból kimaradt, valamint természetesen minden hőszigeteléssel kapcsolatos feladat is megoldásra kerül, födémszigetelés, illetve új kazánok beszerelése, többkörös új, legmodernebb kazánok beszerelése történik meg, valamint a világítás korszerűsítése is. Mikorra várható az elkészülte itt a Városházán és a Dérinében? Én úgy gondolom, hogy a Városházán miután itt kezdődtek meg a munkálatok, az október vége felé befejeződnek a munkálatok, a Dérinében pedig évvégén készülnek el a felújítással. Mi a célja ennek a felújításnak? Hát két fontos feladatot céloztunk meg. Egyrészt esztétikailag is megújul mind a két épület, de ez a kisebbik dolog, a fontosabb az, hogy a költségvetésünkben egy nagyon-nagyon komoly tételt fog jelenteni az a megtakarítás, amit a energetikai felújítással biztosítani tudunk. Hát tudjuk nagyon jól, hogy mind az áram, mind a hő az nagy kincs, és ezzel takarékoskodni kell. A büdzsét fogja gazdagítani a megmaradt pénz. Milyen mértékű a támogatás az intézményekre a tervek megvalósítását illetően? Ez a területi és településfejlesztési operatív programokból készülnek ezek a beruházások. 100%-os visszanemtérítendő a pályázat intenzitása. Itt 250 millió forint jut a két épületre, körülbelül olyan 150 millió forint a Városháza felújítására, majdnem 50 millió forint a Déreni energetikai felújításra. És ez igazából illik abba a programba, amelyet Karcag fejlesztésére nyert a területi operatív programokból. Én azt gondolom, hogy az energetikai korszerűsítés, az intézmények korszerűsítése, ipari jellegű beruházások, tehát várunk még a strandfürdő
előtti területrendbehozatalára, kerékpárutakra. Én azt gondolom, hogy Karcag egy dinamikusan fejlődő településképét fogja mutatni, és már mutatja is ebbe az időszakba, de azt gondolom, hogy a elkövetkezendő két évben egy szép, folyamatos fejlődést fog mutatni Karcag városa. Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait, Lózó Sándor jegyző urat, a hivatal munkatársait és a jelenlévő kedves meghívott vendégeket és a televízió nézőket. És engedjék meg, hogy a nőnap alkalmával sok szeretettel köszöntsem a hölgyeket a mai napon. A jelenléti alapján megállapítom, hogy 10 képviselő jelent meg. Távolmaradásán bejelentette Karcagi Nagy Zoltán képviselőtársunk. Az ülés határozott képes az ülést. Megnyitom. Tisztelt képviselőtestület, indítványozom, hogy a testület a kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően tárgyalja meg a napirendet azzal a változtatással, hogy az alábbi pótnapirendi pont kerüljön felvételre. Javaslat: óvodai feladatellátást végző köznevelési intézmény fenntartói jogának megtartására. Aki tudja támogatni a pótnapirendi pont felvételét, kérem jelezze. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Tisztelt képviselőtestület, a teljes napirendet teszem felszavazásra, támogatjuk akkor jelenzőt. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk ezt is el. Napirend előtti kérdések feltételére van lehetőség. Kíván-e élni valaki? Szepesi Tibor képviselő, tessék parancsolni. Bocsánat. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt televízió nézők, vendégek. A médiában felröppent az a hír, és egyre többször lehet hallani, hogy az MSZP párbeszéd miniszterelnök jelöltje, Karácsony Gergely, használaton kívüli laktanyába, illetve most az utóbbi híradásokban már az is megjelent, hogy bérlakásokba telepíteni a migránsokat. Tőlem is kérdezték az utcán, én kérem, nem is kérdezem, hanem kérem polgármesteret, hogy nyugtassuk meg a karcagiakat, hogy a karcagi önkormányzat előtt nincs ilyen elképzelés, legalábbis én nem tudok róla. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület, egyáltalán nem volt szó erről még körünkben, és én úgy gondolom, hogy egyértelműen kijelenthetjük, hogy szó sincs arról, hogy bármilyen migránst, a bármilyen karcagi épületben legyen az laktanya, vagy bérlakás, bérlakásaink nincsenek is üresen állóak, úgyhogy csak a laktanya jöhetne szóba. Szó sincs erről, nincs ilyen szándék a Karcag város önkormányzatának, és úgy gondolom, hogy a képviselőtestületnek sem. Tehát megnyugtatok minden karcagit, ide nem fog betelepülni egyetlen migráns sem. Van-e további kérdés? Tessék parancsolni, András András képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Ezzel a témával kapcsolatban nagyon örülök, hogy megnyugtatott mindnyájunkat, hogy ide, ebbe a városba migránsok nem fognak betelepülni. Én szeretném, ha abba a kérdésbe is megnyugtatná a karcagiakat és bennünket is, hogy sem az oltalmazottak közül, sem a kötvényes lehetőséggel Magyarországra betelepült idegenek sem telepednek meg a városunkba, illetve az önkormányzat minden erejével és vált-válvetve akár a kormánynyomásának is ellenáll ebben, nem úgy, mint Budapest, Tarlós István, aki bizony komoly segítséget nyújtott azoknak a oltalmazottaknak, migránsoknak. Szociális támogatással, lakástámogatással és még a csok elérésével is. Köszönöm szépen, ha ebben megnyugtat bennünket, az nagyon jó lesz. Tisztelt képviselő úr, ravasz kérdés van itt napirendi pontok megtárgyalása előtt. Nyilván először beszéltünk már mi is magunk között, tök mindegy, hogy milyen pártállású képviselők, hogy is áll, mint is áll ez a beletelepülés meg migráció. Hát itt nyilvánvalóan meg kell különböztetni legálisan és illegálisan bevándorló migránsokat. A illegális migránsokról
érdeklődött Szepesi Tibor képviselő úr, az egészen más tészta, mint a legálisan bevándorolt menekültek. Hát itt is nyilvánvalóan vannak olyanok, akik valódi okok miatt kell, hogy elhagyják az országukat, terrorizmus, háború, stb. Meg vannak a gazdasági menekültek. A magyar ország a gazdasági menekülteket, migránsokat semmiképpen, így mi sem szeretnénk a településünkön tudni, de olyan nagyon-nagyon sok jelenkezés még nem is volt ebben az ügyben, úgyhogy ez egy várhatóan nem fog bennünket elérni ez a probléma, de ne érjen az országunkat se természetesen. Tehát két különböző dologról beszélünk. Vannak vállalható menekültek és nem vállalható gazdasági menekültek. Van-e további kérdés napi rendek előtt? Ha nincs, akkor térjünk rá az első napi rendi pontunkra. Javaslat Karcag Városi Önkormányzat 2018 évi költségvetéséről szóló 1/2018 rendelet módosítására. Tisztelt képviselőtestület, mint ahogy mindannyian nagyon jól tudjuk, január 25-i ülésünkön fogadtuk el a költségvetésről szóló rendeletünket, és ebben egy bizonyos összeget bérfejlesztésre különítettünk el, egészen pontosan 130 millió forintot. Ezt a rendeletben a közszférában kialakult bérfeszültségek ellentétezésére különítettük el ezt az összeget. Ez átlagosan 11%-os béremelés fedezetére az önkormányzat és a karcagi többszérú kistérségi társulás fenntartás alá tartozó intézményekben, valamint az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál a pedagógus munkakörben dolgozók kivételével minden más munkakörben foglalkoztató dolgozók részére, ahol még nem történt a pedagógus életpálya modellhez hasonló nagyságrendű ágazati bérrendezés. Az intézmények vezetői megtették javaslatukat a bérfejlesztésre. A bérfejlesztésre biztosított kereten belül az intézmények vezetői saját hatáskörükben differenciálhattak a dolgozók között. A most beterjesztésre kerülő rendelettervet a fentiek szerint kidolgozott 2018. január 1-ig visszamenő hatályú bérfejlesztés fedezetét biztosítja az intézmények részére, összesen 128.247.366 forint összegben. A rendelettervezet elfogadása után a visszamenőleges emelést a márciusi illetmény utalásával kapják meg a dolgozók 2018. április 4-én. A béremelés az illetmény visszavonhatatlan részeként épül be a dolgozók bérébe, melyet ezt követően minden hónapban folyamatosan megkapnak a dolgozók. Tisztelt képviselőtestület, ez egészen pontosan 408 munkavállalót érint, ami nem csekély szám, ez nagy valószínűséggel ugyanannyi család. Sajnálom, hogy annak idején a többség megszavazta a jobbikos képviselők kivételével a költségvetés rendelet tervezetét, hiszen abban ez a tétel már szerepelt. Sajnálom, mert a képviselőtársunk, a jobbikos képviselőtársunk rendszeresen emlegetik, hogy élhetőbb Karcagon szeretnének. Ez is élhetőbbé teszi, ez a gondoskodás maga, hogy odafigyelünk azokra a dolgozókra, akiknek a bére alacsonyabb, hogy korrigálhassuk. Miután a költségvetést nem fogadták el, nem szavazták meg, így gondolom, hogy most ezt sem fogják megszavazni, sajnálom. Úgy gondolom, hogy ha az önkormányzatnak van lehetősége a dolgozók bérének a fejlesztésére, akkor tegye meg ezt a lépést. Vitára bocsájtom a napi rendi pontot. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, akkor szavazzunk. Aki tudja támogatni az előterjesztést, akkor jelezze igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Köszönöm szépen. Biztos voltam benne, hogy most
jobbikos képviselőtársaink is igennel fognak szavazni. Remélem, hogy a dolgozók majd érzékelik, hogy az alapját ennek nem támogatták. Második napirendi pontunk, javaslat az óvodai feladatellátást végző köznevelési intézmény fenntartói jogának megtartására. Tisztelt képviselőtestület, úgy gondolom, hogy egy nyilatkozatot érdemes lesz tennünk, hiszen az elmúlt héten, szerdán két egyház is megkereste a polgármesteri hivatalt azzal a szándékkal, hogy szeretnének óvodát átvenni. Nyilvánvalóan a február vége a határidő arra, hogy benyújthassák az ilyen irányú szándékukat. Én mindenképpen úgy gondolom, hogy ez az időszak semmiképpen nem alkalmas arra, hogy most ezen vitázunk, ebbe belebonyolódjunk. Így javaslom a képviselőtestületnek, hogy adjunk egy olyan nyilatkozatot, hogy egy jó darabig ezzel a témával nem kívánunk foglalkozni. A katolikus egyház is megkeresett ebben az ügyben bennünket, meg a református egyház is. Én semmiképpen nem szeretném, hogyha most az egyébként is felfokozott választási kampányban ez egy olyan, egyébként nagyon fontos téma, egy olyan ütközőpont lenne, ami megosztaná a várost, megosztaná a lakosságot, stb. Stb. Arról is van tudomásom, és ezt nagyon sajnálom, és ezt Lengyel János képviselő társamnak mondom, hogy tudomásom szerint az internetre feltette azt a levelet, amit kapott a református egyháztól. Én kérem, hogy egy bizonyos képviselői fegyelmezettséget tanúsítsunk azért a jövőben, mert érdemes először tájékozódni itt a hivatalban, vagy esetleg nálam. 24 órás szolgálatban vagyok, a telefonszámom mindenki által ismert, hogy mi lehet ennek a háttere. Semmilyen egyeztetés nem volt egyik egyházzal sem korábban erről a dologról. Úgyhogy egy ilyen levélnek a feltétele az mindig felbojdulást okozhat a városban, a szülők, a munkavállalók körében. Úgy kérem képviselőtársamat, hogy legközelebb először keressen meg, informálódjon, és akkor onnantól kezdődően természetesen szabadon dönthet, hogy igen vagy nem, mert fölösleges aggodalmokat nem kellene elültetni az emberekben. Ennek megfelelően javaslom azt, hogy a következő szövegrészlettel 2013. január 1-től egy köznevelési intézmény, a Madarászin Egyesített Óvoda fenntartója a Karcag Városi Önkormányzat. A fenntartói feladatait a jogszabályban meghatározottak szerint ellátja. Jelen önkormányzat a fenntartói jog átadását nem kívánja napirendre tűzni 2019. december 31-ig. Hogy utána kívánja ezt, az majd eldől. Addig semmiképpen nem szeretnénk ezt hozzájúlni. Ez a lényege ennek a javaslatnak, ennek a tulajdonképpen nyilatkozatnak. Van-e valakinek kérdése, véleménye ezzel kapcsolatosan? Bizottság megtárgyalta. Én úgy gondolom, hogy jelen esetben így járunk a legbölcsebben. Nem jó időszak ez ilyen feladatoknak még a gondolatára sem. Tudjuk-e támogatni ezt a javaslatot? Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület, a napirendek megtárgyalásának a végére értünk. Bejelentem, hogy legközelebb munkaterv szerint 2018. március 29-én csütörtökön 15 órai kezdett elülésezik a képviselőtestület. Van-e valakinek napirendi ponti javaslata erre az ülésre? Amennyiben nincs, megköszönöm a tisztelt képviselő hölgyeknek, uraknak a megjelenését, aktivitását, a hivatal munkáját. További szép napot kívánok mindenkinek, az ülést bezárom. Köszöntöm nézőnket, a Városházán hamarosan kezdődik egy tudományos konferencia. Erről beszélgetünk dr. Őrsi Rünával, az egyik szervezővel. Sok jeles előadót hívott meg a mai napra, kik érkeznek? A
A városunk, illetve a nagykunság kutatói jönnek a mai nap előadóként, hogy megosszák ismereteiket a nagykunságról. Ez egy konferencia sorozat, amelynek egyik állomása csak Karcang, és nagyon sok olyan hasznos információ van, amit átadnak itt az érdeklődőknek. Itt Karcagon a nyelvvel kapcsolatosan, és milyen jellegű előadások lesznek még? Lesz régészeti előadás, történeti előadások, néprajzi előadások, és jelenkutatás eredményeit is bemutatjuk. Járja azért az országot, mennyire tapasztalja, hogy a nagykunságban azért a hagyományápolás még mindig megvan, mennyire tapasztalja ezt máshol, mennyire fontosak a gyökerek más tájegységeken? Másutt is törekednek a hagyományápolás néhány elemét megőrizni és éltetni, azonban úgy gondolom, hogy szervezetten és több kis táj összefogásával, itt gondolok a jászság és a kunság, itt a egykori jászkunság területén példamutatóan magas, amit csinálnak. Van egy alkalmi kiállítás is, ahol láthatunk nagyon szép hímzéseket. Itt az előbb hallottuk, hogy sikerült találni egy új fajta kunhímzést is. Igen, hát ez a munka dr. Eskovács Ilonának köszönhető. Egyrészt ő rendezte a kiállítást a karcagi és kunsági kunhímzésekből, valamint a helyi csipkeverők is bemutatkoznak. Nos, Eskovács Ilona éppen ezekben a napokban talált egy nagyon régi kunhímzést, 1820-as évekből, amit most lát először a nagy közönség. Akkor azt gondolom, hogy már ez fontos a konferencia szempontjából is, és azt az is fontos, hogy a kun mi atyánkkal kezdődik, hiszen azért ezt csak Karcagon és a környékén szokták elmondani. Igen, ezt most nem elmondják, hanem elénekli az énekesnő. Kis Tamás feldolgozásában fog elhangzani a kun mi atyánk Kállai Erzsébet előadásában. Én hasznos tanácskozást kívánok Önöknek. Köszönjük szépen, és aki nem tud most részt venni ezen a rendezvényen, holnap Kisújszálláson újabb előadókat hallgathat meg, illetve most jelent meg a Nagykunság Földje és Népe című igen vaskos és nívós könyv, amelyben ezekről a témákról olvashat. Köszönjük szépen! Én is köszönöm! Kovács Szilvia, a polgármester asszonnyal beszélgetünk a konferencia kezdete előtt. Egy nagyon szép nap vár ma azokra, akik eljutnak erre a konferenciára. Így van, egy nagyon tartalmas konferencia, sok előadóval, sok érdekes és értékes előadóval. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó téma, hiszen nagyon fontos, hogy tudjunk arról, hogy kik az őseink, honnan eredünk, honnan származunk, mik azok az értékek, amelyek bennünket gazdagítanak, és melyeket kell mindenképpen megőriznünk, és továbbadnunk az utó generáció számára. Itt azért a nyelvészettől, a történettől, a nagykunság, a jászok, a kunok, ez mindig egy örök téma, hogy kunok, jászok, hármas kerület. Azt gondolom, hogy ez egy olyan örök téma, amiről nem lehet eleget beszélni. Így van, nagyon széles a paletta, és ez is bizonyítja, hogy milyen gazdag a mi örökségünk, milyen gazdag az a hagyaték, amivel nekünk gazdálkodnunk kell, és jó gazda módjára ápolnunk kell. Egy kicsit rendbe is kell tenni ezt, hiszen vannak torzulások, nagyon fontos, hogy ezeket időben, addig, amíg lehetőségünk van rá, helyre tegyük, addig, amíg azok az öregek közöttünk vannak, akik ezeket tudatosan pontosítani tudják, hiszen ők még emlékeznek rá, nekik még talán elmondták a régiek, dédszülők, ükszülők, szépszülők, és igazság szerint most van annak a helye, hogy ezeket az információkat rendszerezve továbbadjuk mindenki számára. Igen, a jászok és a kunok jól megférnek egymással, de hajduk is voltak itt nem olyan régen ebben a teremben. Én úgy gondolom, hogy mind olyan büszke nép, amelyek akik a múltjukra méltán lehetnek büszkék, és ezekből a hagyományokból szilárd talajokra tudnak építkezni. Hasznos tanácskozást kívánunk, köszönjük szépen! Én is azt kívánok mindenkinek! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Elnök úr!
Kedves jelenlévők, szeretettel köszöntök mindenkit a mai tudományos tanácskozáson, amely egyúttal könyvbemutató is reprezentálja azt a hihetetlenül értékes kutatómunkát, amely nagyon fontos tudományágat ölel át, és amely most ezekben a kötetekben is testet ölt, és azt hiszem valamennyiünk számára egy szívhöz közeli témát, a nagykunságot, a kun embereknek a életét, történelmét, múltját, gyakran a jelenét is érinti. Nagyon nagy teljesítménynek tartom ezeket a munkákat, a kiadványokat, és örülök annak, hogy a szerzők körbejárnak a nagykunságban, bemutatják azt, amit végeztek, és az a tudományos műhely, amely dolgozik, azt hiszem, hogy külön értéke a mi világunknak, hiszen a kun identitást mindig az értelmiség, mindig a vezető réteg tudta megtartani, összefogni és gyarapítani, úgyhogy közben egy olyan befogadó közösségre tudott támaszkodni, amely számára mindez az értékekhez való ragaszkodást is, az identitáshoz való ragaszkodást is kifejezte. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Itt a nagykunság földje és népe, azt hiszem, hogy ez a cím, a másik kötet is kifejezi azt a hihetetlen gazdagságot, amely a múltban, a hagyományokban rejlik, és ezek közül nagyon sokat bemutat. És egyben inspirál is bennünket gondolkozása, tovább gondolása, azokat is, akik nem tudományos kutatóként dolgoznak a területen, hanem valamely más részén állnak helyt az életnek. Ránk vonatkoznak ezek a megállapítások, illetve azok a tudományos viták is, amelyek zajlanak, foglalkoztatják az itt élőket. És látjuk azt, hogy milyen komoly kiadványok sorozata tartalmaz tényeket és adatokat, következtetéseket, és még mindig van mit feltárni, van mit kutatni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a mi vidékünkről én különösen élvezettel olvastam azt a részt a tanulmány kötetben, amely Körsi Juliannának, akinek gratulálok a kezdeményezéshez ahhoz, hogy évtizedek óta motorja annak a tudományos munkának, amely a térségünket jellemzi. Gratulálok az a tanulmányhoz, amely itt nagykunság kapcsolatrendszerével, egyáltalán a táji, kis táji, regionális történelmi tájjal kapcsolatos, hiszen hogyha megnézzük Magyarország térképét, akkor szépen ott föl van írva, hogy nagykunság, ez a mi világunk, itt élünk mi, ehhez kötődünk, akkor is, hogyha esetleg máshol kell dolgozni, hogyha elmegyünk utazni valahová, hogyha elmegyünk kirándulni, akkor is a nagykunság a szívünkhöz közel álló táj. És itt benne foglaltatja a tanulmányban összegzésként, hogy a nagykunság sajátos történelmi közégi múltjából adódóan ma is önálló néprajzi kistáji csoport határai mintaadásával tárgyulnak. Ez nagyon fontos. Tehát a történelmi nagykunság és a hozzá kapcsolódó szomszéd települések számára is egy minta. György István mondja, hogy az igazi magyar fajta ember az a kun, a nagykun ember. Minta volt régen, mint a jelenleg is. És bízom abban, hogy az erős közösség mintát tud szolgáltatni a jövőre nézve is. Ehhez képest vannak azért bájos dolgok. Agráriummal foglalkozva az ember a földrajzi adatokból, a földből is igyekszik meríteni. Természetföldrajzi elnevezéseket is latolgatnak tudományos körökben. Én olvastam ezt, hogy Tiszafüred, Kiunhegyesi sík, Szolnok, Túri sík, Tiszazug. Tiszazug az egy történelmi táj. De mondjuk szerintem el kell választanunk, mert a tisztázás és alkalmasak ezek a konferenciák és kötetek. Előrébb megy által a közgondolkozás, a tudományos gondolkozás is. El kell választanunk a szobatudósok által adott erőltetett földrajzi elnevezéseket, azoktól, amelyek a tájban és a népben gyökereznek. Mert alig hiszem, hogy bárki túl kevén azzal foglalkozni, hogy a Szolnok túri síkban lakó, hogyha megkérdezik tőle. Nem az a példa, azt mondja, hogy kunsági ember vagyok, vagy a kunságban élek. De ugyanilyen kényszer szülte valami lehet ez a Tiszafüred Kunhegyesi sík is, ami nem tudom, hogy mivel különbözik a többi síkságtól itt a környéken. Valaki egy földrajztudós biztos meg akar törökíteni azt a szellemi teljesítményt, amit nem akarok most minősíteni, és akkor adott ilyen nevet. Ma már látjuk, hogy a hegyvidékeink is külső, belső, alsó, felső, Mátra, Bükké és Bakonyból állnak. A Kárpátokban is már minden hegycsoport önálló nevet kapott a szlovák térképeken, amelyek sosem voltak, hanem földrajzi találmányok, tudósoknak a találmányai. Ez különbözteti meg a valódi tudományos munkát a kreációktól, az anakronizmusoktól, a történelmi tényektől való elrugaszkodás a tényleges kutatói teljesítmény.
Azért tartottam ezt fontosnak elmondani, mert gyakran a kreativitás elmegy egy olyan irányba, amikor a kutató újra alkot valamit, ahelyett, hogy értelmezni és elintálni, és ezáltal megtéveszthet bennünket. Gyakran vannak viták a török hódítás mértékéről, a nagykunság mai település szerkezetét a török hódítás alakította ki, hogy jó volt, nem jó volt, biztos voltak nyugodtabb időszakok, amikor pesgés volt ezen a tájon, de ha megnézzük a számokat, akkor jól látható, hogy Eger ostroma évében, tehát 1552. augusztusában a nagykunságot is komoly pusztítás érte, sőt az Alföld középső területén. Andrásfalvi Bertalantól nem tudom hányan próbálják ezt a pusztítást más fényben feltüntetni, hogy a török a világbirodalom volt, ott nagyon jól lehetett élni, nem is volt olyan pusztító, nem is volt olyan barbár, nem volt olyan kegyetlen, az összes leírásának pont az ellenkezőjét mutatja. Nyilván az ottomán birodalmi ideológiának a kisugárzása lehet a jelenkorban. Azt, hogy megszépül az a történelmi kor, amikor Magyarország lakosságának a felét a török kiirtottak és Sapszion elvitte. Itt csak egy példa van erre, nagyon jó, hogy benne találtatik az egyik tanulmányban. Temes közből szónoknak tartó Ahmed Pasa serege 1552. augusztusában Debrecenig az egész kunságot mind felrablá, és egész útjasorán, mint egy 35 ezer embert hurcolt el Rapszíjon. 35 ezer ember. Tehát Magyarországnak ott olyan 3 millió lakosa már volt, a Mátyási világkor után, az ország területe már kisebb volt, már korábbi háborúk voltak, de a lakosságnak 1%-a volt, és akkor nincsenek benne azok, akikről nem maradt fenn. Adat megölték, éhen halt, járvány áldozata lett. Tehát ez volt itt a török pusztítás időszaka, nem kell ezt szépíteni, a török egy barbár, mindent fölprédáló, élősködő, gyorsan terjeszkedő világhatalom volt, ami egyáltalán nem foglalkozott az, hogy a polgároknak milyen jó léte van, hogy termeljenek vagy gazdálkodjanak. Magyarországon néhány váron kívül pár mecsetet épített és néhány török fürdőt, a török 150 év alatt. Tehát semmiképpen nem az építő munka jellemezte, hanem a pusztítás. Látszik is, hogy a környékünkön egyetlen épp középkori templom sem maradt, gyakran szervezetten pusztították el a keresztény emlékeket. Ezért is hasznos ez a tanulmány, és van még benne 100 000 más dolog is, amit felhasználnék a tanulmánykötetből. Nagyon örülök annak, hogy bekerült a csónak alakú fejfa szívós temetőből. A kunsági fejfa típust ismerjük. A csónak alakú fejfa a Felső-Tisza vidéken, a Szatmárcsekei temetőben egy különleges védett érték, de nem csak ott, máshol is előfordul. Máig napig lehet ilyet találni, és a figyelmet rá tudta irányítani ez a könyv is. Szintén hasonlóan fontosnak tartom, és talán ezzel zárom is ezt a kicsit hosszú nagyút köszöntőt, az, hogy szerepel benne a karcagi kis kapu. Egy teljesen egyedülálló kapu típus. Én hallottam saját fülemmel, mikor itt egy helyi lakos, karcagi lakos, akinek már a baloldali identitás kijött a történelmi emlékezetét, Székely kapunak titulálta azt a kunkaput, ami a Németh Gyula szobornál található. Tehát ezt is a helyére kell tenni, nagyon fontos, mert az utolsó pillanatokban vagyunk. A Városvédő Egyesület létesítette egy alapot, és korábban hirdetett pályázatot, hogy ilyen faragott kapukat állítsunk, mert olyan 20 körüli lehet a városban. Van néhány újabb is, a környékben is vannak. Érdekes, hogy mondjuk a Tisza-Igari algoritmnál, mint példát megfaragták ezt a kaput, nem is a történelmi kunságok a területe. Ezáltal is látszik, hogy van egy kisugárzása a mi vidékünknek, de ne veszítsük el azt az értéket, ami a rendelkezésünkre áll. Én innen is szeretném kezdeményezni azt, hogy hassunk oda a közvéleményre, hogy aki kerítést csináltat, aki építkezik, az a meglévőknek a mintájára készítsen ilyen kunkaput, ugyanolyan jellemzője ennek a tájnak, mint a hímzés, amelynek a csodálatos alkotásait láthatjuk, a csipkeverés, csipkekészítés, illetve a karcagi birkapörkölt, vagy a kunsági birkapörkölt főzésnek a kultúrája, egyáltalán az a műveltség, amihez kapcsolódik. Egy olyan fafaragási mesterség, amely ki tudja, hova vezethető vissza. Lehet, hogy a kunképeknek a világában, melyen szintén foglalkozik ez a kötet. Tehát összegezve a mondandómat, nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezek a munkák elkészültek, és én kívánom azt, hogy ez legyen inspiráló a jövőre nézve is az értékmentésben, csak úgy, mint az együttgondolkodásban, illetve abban, hogy az értékeink azok a maguk helyén legyenek, és a maguk helyén legyen mutatni őket, ilyen és más hasonló alkalmakon is. Hasznos tanácskozást kívánok mindenkinek. Sajnos nem tudok itt maradni végig, mert a munkarendem az nagyon kötött és elszólít, de a köteteket már elkezdtem forgatni. Köszönöm szépen!
miniszter úr, alpolgármester asszony, tisztelt hölgyeim és uraim! Ahogy körbetekintek, Karcag város a Nagykunság fővárosának dísztermében, akkor azt látom, hogy ki vannak állítva értékeink. Itt van ebbe a terembe az az érték, amivel büszkélkedünk és amivel rendelkezünk. Sokan gondolnának arra, hogy ott a hátsó sorok mögött a kunhímzés, a vercsipke, a szűrhímzés, a miskakancsó, ezek is az értékeink. De ahogy körbenézek ezekben a sorokban, azok az értékeink vannak, akiktől én tanultam, akik mindannyiunk példaképe lehet. Van, akinek a könyveit forgattam tanulmányként, van, aki vizsgáztatott régészetből. Van olyan ember, akinek a tárgyi kultúra megszabása az egy nagykunsági embernek mindenképpen iránymutat. Tehát itt ebben a teremben azok az emberek vannak, akik megmutatják, megőrzik és csokorba szedik azt a múltat, azt a műveltséget, amivel rendelkezünk. Hiszen a múlt, a történelem az nem mese. Azok mi vagyunk, hiszen minden ember a saját szülei, nagyszülei, dédszülei vállánál. Mi a láncnak a részei vagyunk, és olyanok vagyunk, mint amilyenek az őseink. Hiszen azt mondjuk, hogy nem tudjuk, hogy mit tartunk szépnek, melyik hímzést, melyik ruhát, melyik ételt találjuk finomnak, mire mondjuk, hogy jó, mire mondjuk, hogy igazságos, mire mondjuk, hogy szép. Ezeket mind a szüleimtől, nagyszüleimtől örököltük, úgy, hogy lehet, hogy nem is tudunk róla. Minket meghatároz a múlt, meghatároz az a múlt, aminek mi is részesei vagyunk. Hiszen mondtam már a jászokról is, és a kunokra ugyanúgy vonatkozik az, hogy a kunok és a jászok is olyanok, mint a dió. Nagyon mélyre gyúlnak a gyökerei. A diófának tudjuk azt, hogy 10 méterre, 15 méterre is lenyúlnak a gyökerei. Erős a törzse, és olyan a termése, mint amilyenek mi vagyunk. Szinte megtörhetetlen. És ilyen a jászság és a kunságnak is a népe. Megtörhetetlen, vigyáz a múltjára, értékeli a múltját. És amikor egy ilyen konferencián azokat a köteteket, azokkal a tudósokkal, azokkal a néprajzi gyűjtőkkel, azokkal a települési hagyományokat felgyűjtőkkel találkozunk és meghallgathatjuk őket, akik megőrzik az értéket, akik nem csak egy-egy búza szálat tartanak, hanem összekötik a kévét, amely így értékesebb. És hát Genghis Khannak volt a mondása az, hogyha egy nyílveszőt, egy gyermek is el tud törni. De ezt a nyílveszőt összefogjuk 10-15-et, akkor a legerősebb ember sem. És ez adja a mi erőnket itt a nagykunságban, itt a jászkunságban, bár én ezt a szót nem szeretem használni, mert a jász is külön, a kun is külön, csak közigazgatásilag vagyunk összerakva. Én kívánom mindannyiunknak, hogy lejjék örömüket a múlt, a közös múltunk, őseink tanulmányozásába. Hiszen nem csak a tudós emberek, nem csak a könyveket forgató laikusok lelik ebbe örömüket, hanem a magánember is. Én két rövid példát mondanék itt az elmúlt időszakból, mint magánember, hogy érinti meg az embert és hogy érintheti meg a múlt. Tavaly évben a levéltár segítségével déd nagyapámnak a múltjáról tudtam meg néhány adatot, akinek itt van a neve felírva az első világháborús emlékművön. Tudtam, hogy hogy hívták, tudtam, hogy az első világháborúban halt meg, de a levéltári kutatásokból tudtam meg, hogy melyik fronton, 916. augusztus 16-án, és most már azt is tudom, hogy hol van eltemetve. Ez az egyik ilyen példa. De a két nappal ezelőtt itt a Városháza padlásterébe mentünk megnézni, hogy hogy készítik a hőszigetelést. És az egyik vasajtóra egy kémény seprő írt a késői utókornak üzenetet. 1957-ben nem történelmi nagy lépték, de egy Kovács Ferenc kémény seprő, aki Kunmadarason született 1922. szeptember 1-én, üzent az utókornak. És ez is a múltunk része.
a közeli múlt és a távoli múlt, aminek a megőrzése mindannyiunk feladata. Én kívánok ennek a konferenciának, a tudósoknak, a laikus érdeklődőknek nagyon sikeres és nagyon termékeny konferenciát, hogy őrizzük meg azt a kincset, ami tárgyban, ami szellemben rendelkezésünk rá, mert nem kevés. Köszönöm, hogy meghallgattak. Kedves nézőink, mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik adásunk. Viszontlátásra!